Az építkezésekkel, a városképpel összefüggő szabályokat is egységes mederbe tereli az a településképi eljárásról szóló rendeletsor, melyet rendkívüli ülésen fogadott el a képviselőtestület. Ennek nyomán a jövőben módosul az engedélyezés rendje. A korábbi szabályozásban is bármiféle építkezést valaki elkezdett, vagy hozzányúlt az ingatlanán lévő felépítményhez, azért ez bejelentés kötelezett volt, de mivel változtak a jogszabályok, ami azt jelenti, hogy az építés hatóság ugye elkerült Hévízről, és ezeket ugye a járási hivatalokba vitték be, de az önkormányzatnak egy új feladata jelentkezett ezáltal, hogy Isten igazából az, hogy ami bekerül majd a járási hivatalba, azt már a minden egyes település, így Hévíz városa is véleményezheti szakmai szinten. Jószerével újra helyben intézhetik ügyeiket a hévíziek. Mindazoknak, akik hozzá akarnak nyúlni egy építményhez, első lépésben a főépítészt kell megkeresniük, hogy ismertessék terveiket. Az a szándék, az lehet építési szándék, lehet csak változtatási szándék, lehet egy táblakihelyezési szándék, lehet az épület átfestésének a szándéka, lehet egy kerítésépítés. Tehát legelső az, hogy be kell nekik ide jönni, kötelező az építési hatóságnak, illetve a főépítésznek vélemény, konzultációt tartani. Átbeszélünk mindent, és ennek megfelelően a felvilágosításnak megfelelően az ember eldönti, hogy most tényleg oda akar építeni, mit akar csinálni a házával. És amikor mindezt eldöntötte, akkor bejön a tervezőjével, dokumentációval. Ez kétfele ágazik, egyszer megy építési engedélyezés felé, és egyszer megy a bejelentési kötelezettség felé. Ami építési engedély kötelezettség felé megy, azt is ugyanúgy kell, mint eddig, benyújtani, tervtanácson keresztül kell menni a dokumentációnak, és a tervtanácsi véleménnyel, jóváhagyó véleménnyel megy a dokumentáció keszthelyre az elsőfokú építési hatósághoz. A másik ága az ügynek a bejelentési kötelezettségű dolgok. Ezek a bejelentési kötelezettségű dolgok azok, amik valamikor építési engedélyhez is kötöttek voltak, mint például az utcai kerítés, vagy melléképületek, most ezeket csak be kell jelenteni, de nagyon lényeges az, hogy enélkül a bejelentési kötelezettség és arra való válasz nélkül nem lehet csinálni semmit. Ez nagyon lényeges, és most még főleg azért lényeges az, hogy Magyarországon az a nagyon jó szokás van, hogy húsvétra a házakat kicsinosítjuk. Hát ez most nem történt meg, mert húsvétkor nagyon rossz idő volt, de jön a pünköst, és most nagyon-nagyon nyomatékosan felkérek mindenkit, hogy a házaknak az átfestését, átszínezését először itt kell bejelenteni, a színben itt kell megegyezni, és egy kompromisszumos jegyzőkönyvvel indulhatnak neki a háznak az átfestésé. Ez most élő példa volt a napokban is, hogy engedély nélkül, bejelentés nélkül festettek át házakat. Tehát ez a lényeges dolga, ami nagy megerősítést hozott ez a rendelkezés, újat nem mondott, hanem az, hogy a tervtanácsoknak a véleményét mindenféleképpen ki kell kérni, ha kisebb ügy, akkor a főépítésznek a véleményét. És mindezeket a véleményeket a polgármesteri aláírással fogja a lakos megkapni. Itt van a tervtanács, szívesen adnak szakmai javaslatokat és egyebeket, és ilyen módon tulajdonképpen bármiféle kérelem bejön, 8 nap múlva már mi válaszolunk is rá, ha nem válaszolunk, akkor természetesen az azt jelenti, hogy azt el tudtuk fogadni. Tehát meg valamilyen szinten egy lépcsőfok beépült, illetve több apró lépcsőfok beépült, de mégis megkönnyíti az eljárást, ahogy mondtam, mert ami már az építés hatósághoz kerül, az gyakorlatilag abban már nem lehet kérdés. Mikortól lép életbe a rendelet? Május 1-től fog a rendelet életbe lépni. Erről még ki fogunk mindenkit természetesen megfelelően értesíteni, de a honlapon is mindenhol megtalálható ez a szabályozás. Ennek még lesz egy tovább lépési folyamata, ez pedig egy reklámrendelet megszületése, amely a közterületeken és a belterületeken lévő különböző reklám táblák, feliratoknak a szabályozása lesz. Ez egy nagyon szigorú szabályozás lesz, hogy ezt is hozzá kell tennem. Ez is országos szintről jön és ér le Hévíz város önkormányzatához, de látjuk azt, hogy hát azért Hévíz városában kaotikus állapotok vannak, és ezért ez a rendelet le fogja ezt szabályozni. Milyen
nagyságú, milyen minőségű táblákat, mit lehet és mit nem lehet, lesznek olyanok, amik egyáltalán meg lesznek tiltva. Ebben persze együttműködünk például a közúttal, ebben már a tanácskozás is megtörtént, hogy ne legyenek forgalomakadályozó, kilátást akadályozó, vagy figyelmet elterelő reklámtáblák, balesetveszély miatt és egyebek miatt. Ez a reklámrendelet is nem sokára meg fog születni, és folyamatosan fogjuk átalakítani, illetve a rendelethez fogjuk igazítani a környezetünket.